17 egyetem 1028 mentora kezdte meg a gondjaira bízott 4040 kisdiákkal a mentorálást 107 általános iskolában a Tanítsunk Magyarországért program keretein belül tavasszal. Köztük az Egyházas Haraszti általános iskolában is, ahol különböző tanórákon vesznek részt a felsőoktatási hallgatók. Ebbe az intézménybe látogatott el nemrég a gazdaság stratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár. György László, aki a programot indította, stábunknak elmondta, világszerte vannak olyan települések, melyek a munkahelyektől és a továbbtanulási lehetőségektől távolabb esnek. Az ilyen településeken 54%-ban csak általános iskolai végzettséget szereznek a gyerekek. A tapasztalatok szerint ez azért van, mert a közösségváltást és a rendszeres utazást 14 éves koruk után megpróbáltatásként élik meg a fiatalok. Azt gondoltuk, hogy ha nagy testvérek szegődnek melléjük, egyetemisták, itt Egyházas Harasztin és Baranyában a Pécsi Tudomány Egyetem egyetemistái, nem kell, hogy pedagógus szakosok legyenek, lehetnek bármilyen szakról. Tehát, hogyha ők mellékszegődnek és megmutatják nekik a településeken túli világizgalmait, munkalehetőségeit, továbbtanulási lehetőségeit, kikapcsolódási lehetőségeit, akkor ezek a gyerekek már hozzászoknak az utazáshoz, kimozdulnak a közösségükből, új élményekkel töltekeznek fel, önbizalmat szereznek, jobban megismerik saját magukat, saját képességeiket, és könnyebben választanak maguknak szakmát. A program itt még nem ér véget. A cél ugyanis az, hogy 2030-ra valamennyi kis településen élő általános iskolás legalább szakmával rendelkezzen, vagy képességeihez mérten tanuljon tovább, és végül helyezkedjen el a munkaerőpiacon. Nemzetközi kutatások igazolják, hogy a mentorálási tevékenységekre alapuló kezdeményezésekben résztvevő tanulók tanulmányi eredményei akár 15-20%-kal javultak, ami olyan, mintha 2-3 hónapot tovább tanulták volna az egyes tantárgyakat. A tanulmányi eredmények javulása mellett pedig csökkent az igazolatlan hiányzásaik száma is. Erre törekednek a Tanítsunk Magyarországért programban is.